Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Kedden utazik Párizsba a negyedik olimpiájára készülő Hellebrand Máté. A Vasas ellen kezdi a bajnokságot az NB2-ben a kisvárdai futballcsapat. Török László irányításával a bennmaradást tűzte ki célként az NB3-ban a Spari 2. Három átcsoportos csapat lesz a vendég az idei Sitko Ernő emléktornán. A játékos edző Kapacina Valer irányításával készül a Sényői futballcsapat. Kéthetes olaszországi magaslati edzőtáborral hangolt Párizsra Hellebrand Máté. A negyedik olimpiájára készülő gyalogló kedden utazik el az ötkarikás játékokra, ahol augusztus 1-én vág majd neki a 20 kilométeres távnak. Most először voltunk Olaszországban, egészen fent éjszakon az Alpokban, Livignóvárosban edzőtáborozni. Ez 1816 méteren fekszik, szóval ez már magaslati edzőtábor, ami nekünk hosszú távú versenyzőknek nagyon fontos, hiszen az állóképességet ez nagyban javítja. Az a körülmények ideálisak voltak, a hőmérséklet az nagyon megfelelő volt, reggel 8-9 fokban tudtunk edzeni, délután meg a 20-23 fokban volt egy rendes, hagyományos 400 méteres rekordtámpája, illetve nagyon sok kerékpárút, ahol nagyon jókat tudtunk edzeni. Emellett voltak erősítő, illetve gyógytornás kiegészítő edzéseim is, és így utólag is azt tudom mondani, hogy nagyon jól sikerült ez az edzőtábor. Az utolsó héten itt Nyíregyházán készülsz, hetek óta kárnyikula van, és valószínűleg Párizsban is meleg lesz. Hogy lehet erre felkészülni? Nálunk ez elég nagy befolyásolási tényező az időjárás. Hát próbálunk itthon edzéseken is új frissíteni, illetve új végezni az edzéseinket, hogy ez ne hátráltasson. Szerencsénkre a rajt az majd reggel korán 7 óra 30-kor lesz. Bízunk benne, hogy akkor még nem lesz az a nagy hőség, és nem fog minket zavarni. Mit tudsz a párizsi pályáról, az útvonalról? A pálya az hagyományosan egy kilométeres körön fog zajlani, az Eiffel-toronnyal szemben lévő utcát fogják nekünk biztosítani, egy 500 méter oda és 500 méteres visszapálya lesz. Igazából általában nekünk ilyen pályáink szoktak lenni, a londoni olimpián, Rióban, illetve Tokióban is így volt, illetve itthon mindig a Békés Csabi országos bajnokságon is így szoktunk versenyezni, szóval ez már megszokott lesz. A negyedik olimpiádra készülsz, mit jelentett, milyen pluszt adhat a rutin? Hatalmas plusz jelent. Így utólag visszagondolva, hogy milyen volt az első olimpiám, hát ahhoz képest sokkal tapasztaltabb vagyok, és már biztos nem fog elvinni az a féle hangulat, ami az olimpiát így körüllengi, és biztos csak akár a versenyre fogok tudni koncentrálni. Milyen célokkal vársz majd neki a 20 kilométernek? Mivel nálunk most már csak egy gyalogló számon az 50 kilométert megszüntették, ezért nagyon erős mezőny van, főleg úgy, hogy a tokiói olimpián még 60 induló vehetett részt, most már csak 48, szóval szűkítettek nagyon az élmezőnyön, ezért nagyon-nagyon erős mezőny. Hát ha az egyéni csúcsom közelébe tudok lenni, akkor egy erős középmezőny elejét el tudom csípni, bízom benne, hogy az egyéni csúcsomat azt meg tudom ott közelíteni. Azt említetted, hogy reggel 7:30-kor lesz a rajt, melyik nap utazol és melyik a versenynap? Július 30-án fogok utazni, és rá két napra, augusztus 1-én lesz reggel 7:30-kor a rajt. Idegenben és rangadóval kezdi a bajnokságot az NB2-ben a kisvárdai futballcsapat. Feszkó Tamás együttese vasárnap 19 órai kezdettel a Vasas ellen lép pályára az Iroszki stadionban. Lehet azt mondani, hogy mostanában szokatlan helyzetben voltál a bajnokság végén, hiszen 6 év után az NB2-re kellett egy keretet összerakni. Ennek tükrében milyen szempontok alapján alakítottátok ki a játékos keretet? Igen, ez a megállapítás tökéletes, mivel a kollégákkal is az elmúlt időszakban, még a tárgyalásaink, meetingeink során NB1-ről beszéltünk, nehezen illeszkedünk, illetve nehezen áll rá a szánk. Sokkal másabb ez az érzés, mint volt a korábbi időszakban. Ugyanakkor ennek az osztálynak
és megvan a célja, megvan az elvárás a csapattal szembe, amely sokkal nehezebb lesz, mondhatom, mivel feljutni sokkal nehezebb talán, mint ahogy bemaradhatunk volna. Látjuk az utóbbi időkben az esélyes csapatoknak milyen nehézségeik vannak, és az is nagyon-nagyon fura ebben a helyzetben, hogy a fiatalabb játékosaink, akik az elmúlt időszakban ebben az osztályban már kölcsön lettek adva, azok most visszajönnek, és nálunk kell, hogy bizonyítassanak, szerepeljenek, illetve a kötelező fiatal szabályban eredően már a első év, amely a saját akadémiánknak a termékeivel, csúnyán mondva, oldható meg, és abból a szempontból előny is lehet, hogy a fiatal játékosaink egy alacsonyabb osztályban, ha bár más stílus képviselő párhoz derős osztályban mutathatják meg és fejleszthetik magukat, felkészülve bízván arra, hogy a következő évben följöttünk és ott gyökeret is verünk velük. Ezért szakmailag talán indokoltabb az NB2-nek a megléte, ugyanakkor az a közeg, az a millió, ami az NB1-et körbevette, az hiányozni fog mindannyiunknak. Ennek ellenére maradt mindenki, stábot alakítottuk át, a vezérkamarat, úgyhogy maradt a stadion. Bízunk benne, hogy a szimpatizánsaink is kitartanak, nem csak divatdrukkerek lettek mellettünk. Hát ez az idén elválik, és egy szép szezonnak nézhetünk elébe. Te is elmondtad, hogy a feljutás a cél, és valószínűleg a mezőny is így gondolja. Milyen futballra lesz szükség az, hogy a lehető legtöbb pontot összeszedje a csapat, ami a feljutáshoz kell, hiszen minden bizonnyal az ellenfelek többsége nem fog neki esni a Kisvárdának. Igen, az utolsó 5-6 mérkőzést már személyesen is megtekintettem, sok mérkőzést az NB2-ben, és az körvonalazódott, hogy teljesen más stílussal fogjuk magunkat szembe találni. Ezért a játékos keretünket is ennek ismeretében alakítottuk ki. Szükség lesz a rengeteg párharcra, nagyon sok hosszú labda van annak az elhárításának, a hátsó részben magas játékosokra kellett fókuszálnunk. Megvannak azok a labdaügyesebb játékosaink, akik esetlegesen a hozzánk hasonlóan focizni próbáló csapatok ellen is képesek lesznek megmutatni magukat, illetve fel tudják venni a versenyt. De arra számítunk, hogy zömében az ellenfeleink be fognak húzódni a saját térfelükre, mint ahogy edzőmeccseken is már tapasztaltuk, és mélységi kontrákból próbálnak majd veszélyeztetni. Ennek az elhárítása azért nem könnyű. A tavalyi időszakban azért sokkal kompaktabbak tudtunk lenni, ezt még az idén az edzőmérkőzéseken sem tudtuk tökéletesen véghez vinni, és hát a felállt védelmet bizony nem könnyű feltörni, oda olyan játékosokra van szükség, akik képesek egy-egyes selezéssel védelmet bontani, akik képesek távoli áttövésekből eredményesek lenni, és nagyon fontos lesz a szélső beadásoknak a pontossága, és természetesen a centerezés, ugyanis ha nem sikerül gólt szerezni, az nagyon-nagyon görcsös idegesé teheti majd a játékosokat, és valóban így van, hogy említetted, minden együttes nyilván azoknak a skalpját szeretném majd begyűjteni, akik potenciálisan esélyesek a feljutásra. És az első mérkőzésen ugye már két esélyes csapat pályára is lép egymás ellen, a Vasashoz megyünk idegenbe, amely abból a szempontból szerencsés, hogy azt követően azért még van 14 mérkőzés ősszel és tavasszal is, tehát nem ezen az egy meccsen múlik minden. Mégis ezért ez megmutatja majd az erőnket, hogy az NB2-ben mire lehetünk képesek. A felkészülés utolsó hetében járunk, már néhány hetet magatok mögött tudtok, mennyire vagy elégedett az eddig tapasztaltakkal? Ugye különböző fizikai állapotban jöttek vissza a játékosok, hiszen a csapat nagy része azért az NB1-ben maradt, azért igazoltunk, ugye NB2 különböző csapataiból, valamint a fiatalokat, a saját nevelési fiatalokat felhoztuk az NB3-ból, úgyhogy nagyon fontos volt, hogy össze tudjuk fésülni fizikálisan a játékosokat. Ugye azt mondom, az utolsó másfél hét az, ami végre az a munka volt, amit szerettünk volna látni ebbe az időszakban. 7 új játékos érkezett, mennyire sikerült már őket beépíteni a csapatba, bár gondolom ez egy hosszabb folyamat. Így van, tehát ez egy hosszabb folyamat, hiszen vannak, akik ugyanazon a poszton vannak, tehát szerencsére meg tudjuk teremteni azt, hogy versenyhelyzet legyen. Nagyon örülök annak, hogy a saját nevelési fiataljaink így teljesítenek, hogy tényleg lassan el fogjuk érni azt, hogy nem azért fognak játszani, mert fiatal szabályosok, hanem azért, mert alanyi jogon megérdemlik. Azt szokták mondani, hogy a felkészülési meccseken nem az eredmény az elsődleges, hanem a mutatott játék, azzal mennyire vagy elégedett? Hát ugye az első két edzőmérkőzésen, ugye Szlovákián felekkel játszottunk, ott nagyon nagy melegben játszottunk, ugye két döntetlent, ott voltak biztató momentumok, de ott ugye még nem volt meg az a fizikai háttér, amiről beszéltem az előző kérdésednél. A utolsó mérkőzésen viszont már látszottak azok a momentumok, mint taktikailag, támadásban, átmenetekben,
ami fontosak. Reméljük a héten a védekezésre fektettük a hangsúlyt, az is ki fog jönni, és akkor tényleg a Vasasán egy olyan mérkőzés fogunk tudni játszani, ami tényleg egy bajnoki rangadó. Az NB1-ben is más a játék, az NB2-ben is más a játék, sőt egy-egy csapatnak a céljától függően is más a stílusa. Te milyen stílusú csapatot szeretnél majd a bajnoki meccseken látni a pályán? Hát egy nyerő stílusút. Ugye NB2-ben tényleg, hogy mondta, teljesen más játékra van szükség. Sokkal dominánsabbnak kell lennünk. Ugye azért NB1-ben az átmenetekre helyeztük a hangsúlyt. Itt viszont kimondatlanul ugye esélyes vagy, és ugye a cél nem lett más, mint a visszajutás az NB1-be, és ennek érdekében azért meg kell reformálni a játékunkat. Beszéljünk egy picit a Vasas elleni meccsről, minden bizonnyal a Vasasnál is a feljutás a cél. Milyen mérkőzésre számítasz itt rögtön a nyitófordulóban, milyen Vasas és milyen Kisvárdára? Ugye ami a Vasasnak az előnye, hogy ők együtt vannak, hogy nem volt akkora a mozgás a játékos keretükben, hiszen most már azért aztán megint harmadik éve küzdenek azért, hogy feljussanak. A állandóság mellettük szól, de az, hogy mi NB1-ből jövünk, az pedig mellettünk előszóljon. A pillanatnyi forma fogja eldönteni azt, hogy ki fogja megnyerni ezt a mérkőzést. Az biztos, hogy két esélyes csapatról beszélünk, és az nagyon jó, hogy már az első fordulóval találkozunk, hiszen le tudjuk mérni azt, hogy hol tartunk egymáshoz képest. Honvéd nevelésű játékos vagy, legutóbb Gyirmóton szerepeltél. Mi döntött a átigazolásra a Kisvárda mellett? Több dolgot is számításba vettem a folytatást illetően. Szerettem volna egy olyan csapatban futballozni, ahol célokért tudok játszani, és ez most itt kijelentették, hogy a feljutás a cél, ebben szeretnék segíteni a klubnak. Egy csapat fel akar jutni, ez azt jelenti, hogy a lehető legtöbb pontot kell megszereznie, tehát gyakorlatilag egy olyan futball kell játszania, ami támadó foci. Hogy látod, ez a csapat, együtt készültök már néhány hete, fogja tudni ezt a játékot játszani? Nagyon remélem, hogy sikerülni fog. Nyilván az edző meccseken azt gyakoroljuk, amit megpróbálunk majd a bajnoki szezonban is játszani. Magadtól mit válsz az előttünk álló idényben? Szeretnék minél több gólt és gólpaszt elérni, illetve minél több játékpercet játszani és tölteni a pályán. Az Iker testvéreddel együtt érkeztél, játszottatok-e már valamilyen szinten, gondolom gyerekként együtt, de profi futballistaként, és milyen vele együtt lenni a pályán? Így van, még utánpótlásban, még talán U17 volt az utolsó korosztály, ahol együtt játszottunk. Nagyon nagy boldogság mind a kettőnk részére az, hogy minden nap együtt vagyunk, együtt játszunk, együtt rúgjuk a labdát, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk. Új edzővel, új osztályban, új célokkal vág neki a bajnokságnak a Nyíregyháza Spartakusz második csapata. A Spari 2 Török László irányításával a bennmaradást akarja kiharcolni az NB3 északkeleti csoportjában. A megyebeli futballszurkolók legutóbb akkor találkozhattak a neveddel, amikor Kisvárdán dolgoztál, most pedig már a Spari második csapatának az edzéseit irányítod. Hogyan kerülték képbe és Nyíregyházára? Nagyon jó másfél évet töltöttem el Kisvárdán, nagyon jó emlékeim vannak mind az utánpótlásba eltöltött időszakomról, mind pedig a felnőtt csapatnál töltött időszakról. Nagyon jó volt minden szempontból, szakmailag, és nagyon sok baráti kapcsolatot alakítottam ki, ami mai napig tart. Úgyhogy mondják is az ismerőseim, barátaim, hogy téged ez a keleti rész, ez a Szabolcs nagyon vonz. Hát megmondom őszintén, jól is éreztem magam. Negyedik hete vagyok itt, úgyhogy itt is nagyon jól érzem magam. Fekete Tivadal sportigazgató úr keresett meg, ugye régebb óta kapcsolatban voltunk így a sportterén, ugye a fiam ott focizott Szent Lőrincen, amikor ő volt a sportigazgató, de mindig szoktunk szakmázni azóta, és így 2-3 hetente beszéltünk, és jött a telefon, ami megmondom őszintén váratlanul is ért, de nem sokat gondolkodtam rajta, egy megbeszélésünk volt Budapesten, ahol szinte gyorsan megállapodtunk, és rá 2 napra már itt voltam egy edzőmérkőzésen, rá 2 napra pedig elkezdtük a felkészülést június 24-én, úgyhogy pont a 4. hétben vagyunk. Milyen keretet és milyen kihívást kaptál, hiszen ez a csapat tavaly a megyei első osztály, mondjuk az, hogy középmezőny végzett, most pedig az NB3-ban kell majd helytállnia. Nagy kihívás nyilvánvaló, szeretem a kihívásokat, mondhatom, hogy nagy fába vágtam a fejszét, de természetesen az érdeklődtem. Nyilván megyei első osztály 9. helyezettéből lépni az NB3-ba, az egy hatalmas nagy különbség, nagy az olló. Szoktam mondani, hogy U20-as csapatunk van, aki az NB3-ban indul, ezt már mondtam többször, de ez szó szerint így van. Próbálom nem nagyon magasra tenni a mércét, de muszáj.
tehát muszáj. Tisztában vagyok bizonyos szempontokkal, látottak alapján be tudom határolni nagyjából a képességeket. Valakinek behatárolt a képessége, mert lehet, hogy többre nem képes, megpróbáljuk mindenkiből kihozni a maximumot. Heti az első héten egy edzés, de azóta a második, harmadik és negyedik hetünk 7-8 edzéssel, plusz edzőmérkőzésekkel, felkészülési mérkőzésekkel készülünk a bajnoki rajtra. Keret még nem állt össze, még hétközben is lesz egy egymás közti játék, ahol most már ki kell alakítanom egy adott keretet, úgyhogy még jöhetnek próbázók. Úgyhogy itt van nyakunkon a Máté Szalkani első bajnoki mérkőzés, amit hazai környezetben játszunk. Addigra meg kell lenni annak a 18 mezőnynek és a három kapusnak, kettő kapusnak, akik majd alkotják ezt a kettes csapat keretét. Egy NB1-es csapat második csapatában is rangpályára lépni, mennyire motiváltak a srácok? Hát ugyanúgy, ahogy a srácoknak is nagy megtiszteltetés, hogy az NB1-es második csapata lehet, úgy nekem is az, hogy az NB1-es csapat második csapatának lehetek az edzője, és nem mondom azt, hogy itt már jövő héten, vagy bármi, itt már felkerül a játékos, de viszont vannak, akik már fennedzenek, vannak, akik vissza is játszanak, elsősorban fiatalokról beszélek. Ugye itt van egy fiatal szabály, ahol 2004-től és a fiatalabbak játszhatnak, de vannak olyan képességi játékosaink, akik majd így az egyéni fejlesztések alatt én azt mondom, hogy előbb-utóbb, ha azt kér tőlem Tilmán Krisztián és stábja, hogy Laci, küldj egy támadót, vagy küldj egy védekező középpályást, akkor tudom majd, hogy kit fogok küldeni. Ez a cél mindenkinek. És én mindig úgy készítem őket fel minden edzésre, hogy ma ez a gyakorlat, ma próbálj minél kevesebbet hibázni. Próbálj egymás közti játékban nyerni. Mindig versenyszellem legyen az edzésen. A felkészülési mérkőzések is, nem érdekel, milyen időszak van. Felkészülés van, kemény terheléses időszak az adott hétben, akkor is a felkészülés meccs van, igenis nyerned kell, mert ennek a csapatnak meg kell tanulni nyerni. Is. És ez mindig pszichésen, mindig jó, hogyha nyertél. Én úgy gondolom. Kik lesznek a segítőid? A helyi legenda, ugye Szatke Zoli az asszisztens edzőm, Péntér Laci ugye a kapusokkal foglalkozik, és Koskovics Gyuri pedig a masszőrünk. Úgyhogy alakul a stáb. Folyamatban van egy videóelemző, és folyamatban van majd egy erőléti edző is. Szépen lassan mindenre tisztában vagyok, hogy ugyanúgy, ahogy tehát a megye egy és az ember között nagy a különbség, ez a szakmai stábban is így van, hogy inkább legyen megfontoltabb az összetétel, menjen lassabban, de álljon majd össze a végére. Említetted már, hogy a Máté Szalka ellen kezdtek hazai pályán, ugye a Máté Szalka újonc az NB3-ban. Mi lesz az elvárás azon a mérkőzésen és az egész bajnokságot tekintve? Az elvárás ugye a vezetőségtől a szakmai része az, hogy bemaradás a cél. Ez mellett ugye amit mondtam, a játékosok fejlesztése. Hogyha erre minden héten így koncentrálunk, és az adott mérkőzésre is, akkor a célunkat el kell, hogy érjük, és hogyha elértük, akkor az a következő időszakra egy nagyon nagy erőt és fejlődést jelenthet. Hazai pályán játszunk, de bárhol játszunk, amit mondtam az előbb, az edzésen mindenhol mindig a győzelemre kell törekedni. Aztán majd, hogy természetesen bele fog csúszni hiba. Nagyon sok hibával játszunk még, ez nyilván a fiatalságból adódó hibák is, de folyamatosan gyakoroljuk a hibákat, utána elemzés útján beletesszük ugye az edzésekbe, korrigálunk, de nem megy egyik pillanatra másikra. 3 átcsoportos csapat lesz a rendező Nyíregyháza vendége az idei Sitkó Ernő emléktornán. Szeptember elején a Paks, a Debrecen és a Budapesti Honvédlé pályára a Continental Arénában. Mindig azokban a csapatokban gondolkodunk először, ahol Ernő mint játékos szerepelt. Talán egy év kivételével eddig mindig össze is jött, de megerősíthetem, hogy most minden bizonyal az egyik legerősebb kerettel, legerősebb torna résztvevőkkel tudjuk ezt a Sitkó Ernő emléktornát megrendezni, hiszen csupa élcsapat érkezik ide Nyíregyházára, az atomerőmű ese,
a Deac, illetve a budapesti Honvéd SE csapata mind a hárman elfogadták gyakorlatilag első szóra a meghívást, úgyhogy egy nagyon komoly torna lesz, egy nagyon komoly erőfelmérő. Nyilván nekünk itt nem a győzelem a cél, hanem az, hogy ezekre a csapatokban is próbáljunk partiba lenni, és fölvenni az A csoport ritmusát már itt a felkészülés közepén. Mikor rendezitek a tornát? Szeptember 6-7-e, péntek-szombat már-már egy bevált időpont. Gyakorlatilag itt már ugye a felkészülés a legtöbb csapatnál augusztus elején, legkésőbb augusztus 10-el megkezdődik, tehát ez már nem az első mérkőzés lesz, itt már valamennyire összeszokott kerettel, légiósokkal érkeznek a csapatok, úgyhogy nekünk, mint egy B-csoportos, lehetőleg élmezőnybe tartozó csapat, ez egy nagyon jó erőfelmérő. Hogyan áll a nyíregyházi játékos keret kialakítása? Ugye a távozókról korábban már hírtattunk, illetve az érkezőkről is. Még egy olyan játékos van, egy fiatal magyar játékos, akinek a szerződtetése a porondon van, hiszen gyakorlatilag a 12-es keretből 11-en már megvannak. Egy légiós igazolással is közel állunk, őt majd az augusztus időszakban fogjuk bejelenteni. Illetve, hogy ez a magyar játékos aláír, akkor azt gondolom, hogy kész a keret. Legalább olyan erős, mint a tavaly. Én bízom benne, hogy felül tudjuk írni azt az eredményt, amit tavaly elértünk. Szeretnénk ott lenni a legjobbak között, akár a dobogón, aztán majd meglátjuk, hogy ez a feljutás elég lesz. Az már korábban kiderült, hogy Merin Mekmedovics marad a szakmai munka első számú felelőse, kik segítik majd a munkáját. Szobi Dániel abbajta a versenyszerű kosárlabdázást, ő az eddigi teendői mellett most a felnőtt csapat vérkeringésébe is becsatlakozik, mint edző. Amellett, hogy az U21-es csapatnak lesz a vezető edzője, a felnőttben úgynevezett másodedző vagy segédedző szerepkört fog betölteni, illetve úgy Merin, mint én is szakmai stábban, edzői brigádban gondolkodunk, tehát Vaskó György, illetve Demeter Ádám, ha szabad így fogalmaznom, a Kutyán kölykei, itt kezdtek kosárlabdázók lenni, és itt lettek utána edzők, szintén a felnőtt csapat vezetőedzői vagy edzői csapatába fognak tartozni, úgyhogy egy nagyobb stábban fogunk a jövő évben dolgozni. Gondolom, figyelitek a riválisokat, milyen mozgás egyébként így a nyári időszakban az A-csoportban? Én azt gondolom, hogy az élcsapatok, vagy az előzőleg élcsapatoknak minősített gárdák erősítettek. Ugye a kieső Kaposvár most összeszedett minden olyan játékost, aki él és mozog. Vannak benne idősebbek, fiatalabbak, az mindig egy kiesés év után, én azt gondolom, hogy egy nehéz év, szeretnének visszajutni. Emellett a MAVC szintén hasonló erősséget fog képviselni, mint tavaly. A többi gárdát még nem igazán lehet látni. Én azt gondolom, hogy 3-4 olyan kiemelkedő csapat lehet, aki között el fog dőlni a feljutás sorsa. A Sitkuerni emléktornával már szeptemberig szaladtunk előre, de mikor kezdődik a felkészülés? A nem hivatalos felkészülés mindig ez évben is a képzőtáborunkkal fog indulni. Július 29-ével van egy közel 50 fővel, mai állapot szerint közel 50 fővel megrendezendő tábor, ahol kicsik, nagyok csoportbontásban külön egyéni képzéssel kezdenek. Itt már itt lesznek a felnőtt játékosok, felveszik a ritmus, segítenek a kisebbeknek, és utána a következő héten, tehát augusztus első hetével a hivatalos felkészülés is megkezdődik. A játékos edző Kapacina Valer irányításával készül a bajnokságra a Sényi futballcsapat. Az NB3 nyitófordulójában vasárnap Debrecenben a Deac otthonában lép pályára a Sényi. Elég nagy játékos mozgás volt a klubnál most az átigazolási időszakban. Érkezett hozzánk több játékos távozott is. De azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült az átigazolásunk, vagy az igazolásaink nagyon jól sikerültek. A mai meccsen is bizonyították egytől egyik, hogy megállják a helyüket, sőt még a csapat erősségei is lesznek. Hogyan alakult a felkészülés, mennyire vagy elégedett az elvégzett munkával? Teljesen elégedett vagyok, amit terveztünk, meg tudtuk csinálni, sok új dolgot begyakoroltunk, a fiúk vevők is voltak rá, a munkához is teljesen jól álltak hozzá. Azt gondolom, hogy azt hiszem, hogy egy-két apróbb sérülés volt, egy-két napos kihagyás, egyébként mindenki végigcsinálta. Pont az előbb kérdeztem tőlük, hogy erőbe hogy érezték magukat, meg kívülről jól nézett ki. Mondták, hogy teljesen jó erőbe érzik magukat, úgyhogy viccesen mondtuk is, hogy lehet valamit elrontottunk, mert a főpróbán túl frissek vagyunk, de bizakodunk a jövő héten is, hogy ugyanilyen elánnal tudunk majd belállni a mérkőzésbe. Te hogyan tervezed, mennyi időt töltesz majd a pályán, vagy inkább a pályán kívülről szeretnéd majd vezényelni a csapatot? Inkább a pályán kívülről, az nem néz neki túl jó, hogyha én bentről a többieknek utasítást adnék ki. Úgyhogy majd, hogyha nagyon-nagyon végszükség esetén, akkor segítek, de most egyelőre a pályán kívülről.
Sényén az elmúlt években az egy számjegyű helyezés elérése volt mindig a cél. Az elmúlt szezonban egy picit azért kellett izgulni. Most milyen szezont vársz a mezőny ismeretében? Ugye több NB1-es csapat, NB1-es, NB2-es csapatok, a második csapata is ott van a mezőnyben. Igen, a tavalyi szezonunkban ugye, konkrétan az utolsó másodpercig izgultunk. Most a célkitűzésünk, ugye látva a bajnokság erejét és hogy milyen csapatok vannak, én azt gondolom, hogy a reális cél az, hogyha a biztos bennmaradás. Nyilván miért nem mernénk nagyot álmodni, szeretnénk, hogyha a hagyományunkat visszahoznánk, és egy számjegyű lenne ez a helyezés. Nyitófordulóban mikor és kielen léptek pályára és milyen célokkal? Vasárnap látogatunk a Deachoz, velük ugye mindig hazai pályán egy kimeccset szoktunk játszani. Ott nem nagyon nyertünk még a Deac pályán, de ugye a tavalyi szezon végén pont ott a Debrecen 2 ellen tudtunk diadalmaskodni. Bízunk benne, hogy ez megfordult akkor, és a Deac ellen most egy eredményes meccset tudunk majd játszani. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.